Mit választ a végén, Irina? Hát, ez titok. Hát, kit választ? Nem tudom. Nem tudom, mi? Hogy kiderül ma este? Ha. Nagyon fontos ez az előadás mindannyiunk számára. 2012 őszén mutattuk be Hunyadi Sándor Fekete Szárú Cseresznye című előadását, és hát most igazából még aktuálisabbá vált az előadás, hisz a Trianon idejében játszódik a történet Délvidéken, a trianoni döntés előtt és a trianoni döntés utáni időszakot öleli föl azt az egy másfél évet, és hát ez most a századik fordulóján a békediktátumnak nagyon aktuális és nagyon, nagyon érzékeny, izgalmas darab. Nem tudnám magadtól kezdeni valamit? Magadban! Nem tudnám bennünket egy kicsit megszeretni úgy, ahogy vagyunk együtt, magyarok! Nézd, muszáj neked azt érezni, hogy te nem vagy idegen közöttünk. Hát volt valaha valaki veled igazságtalan? Van itt kétféle mérték, nem kapnál meg mindent? Kerény Imre tanár úr rendezte a darabot, ő sajnos már nincs közöttünk, de fantasztikus éllel és fantasztikus arányjal állította színpadra, hisz itt azért egy szerb földbirtokos a családja és egy magyar főszolgabíró barátsága, és aztán szerelmi háromszög kapcsolatról szól, nagyon leszűkítve a darab, de ami igazából nagyon fontos, hogy emberek jelennek meg, és nem politika, és nem egy ellentét a népek között, hanem pont az a jó, hogy emberek vannak a színpadon, és nem rossz szerbek, rossz magyarok, és jó magyarok, jó szerbek, hanem emberek, akik egy nehéz helyzetben hogyan maradhatnak, és hogyan tudnak emberek maradni. Ez egy annyira szép történet. Az író Szabadkán látott egy két ember között egy pillanatot, és ebből írta meg. Na most elmentem Szabadkára. Megnéztem, hogy a Pest szállónál látta ezt, elmentem a helyszínre, és elképzeltem, lemodelleztem, hogy ő mit láthatott és hol. És nagyon érdekes, hogy volt egy olyan helyszínünk, a Szabadka, ugye, pont ahol ez íródott, vagy ez az ötlet született az íróban, hogy pont annak a végében van a színház, ahol ez a Pest szálló van, és egy sétány. És annyira jó volt így kinézni, és pont ott született ez a pillanat, ahol aztán a színházban játszottuk, és az utolsó állomásunk volt, és talán azt hiszem a legjobb előadásunk pont ott volt a helyszínen. Nagyon érdekes. Nagyon sok olyan alapérzésről beszél, amiről fontos beszélnünk, a barátságról, az emberségről, a hazaszeretetről, tehát sok olyan alaptézist mutat és boncolgat, ami nélkül én azt gondolom, hogy nem lehetünk emberek, és nem maradhatunk emberek. Tehát ezek nélkül, az alapérzések nélkül nincs értelme élni. Hát ez nagyon megfogott, hogy itt egy nőnek kell dönteni két férfi között. És század elejé darab, ugye Trianon előtt és Trianon után vagyunk, ott mindenféle érintésnek súlya volt, tehát az két ember egymáshoz ért, vagy kezet fogott, azt hordozták utána évekig magukban. Tehát itt, mint most ugye mindenkit megölelünk, vagy kezet fogunk, vagy puszit adunk, tehát hogy abban az időben nem volt. Én nagyon szeretem ezt a világot, ezt az eleganciát, ezt a kicsit hűvös távolságtartást és a rajongást, meg vágyakozást a másik iránt. Valószínűleg én nagyon sokat élhettem akkor valamelyik életemben, mert nagyon érzem azt a kort. Úgyhogy lehetne, azt hiszem, hogy oda repülnék vissza. Bizonyos szempontból jó kor volt, nyilván a nehézségével együtt, de talán éppen a férfi és a nő között az az elegancia és az a tisztelet, az ami ma már szerintem úgy hiányzik, vagy kiveszett, az akkor még megvolt, és ezt még meg tudjuk mutatni. Látja, ez igen nagyon jó.
Jól esik az embernek, ha érzi, hogy szeret. Ne értsen félre! Nem jött nekem eszem, hogy maga valakit úgy szeresse. Tudom én, hogy nem született a világra még az az asszony, akiért maga megbozdítaná a kis... Most csúfolódik vele? Csúfolódom. Furcsa ember maga. Most, hogy hirtelen rá gondolok, nincs is a környéken lány se asszony, akit oda tudnék képzelni maga mellé. Szexádot nagyon szeretem. Nem először voltunk itt, nagyon jó a közönség. Nekem mindig vannak ilyen furcsa dolgok, ahol megyek vidékre, nagyon sokat járunk vidékre játszani. Én nagyon szeretek vidéken játszani, szerintem egészen mások az emberek. Az, hogy színház van, az még egy esemény. Budapesten is, de ott ugye nagyon sok színház van, úgyhogy lehet válogatni, de itt ez azt gondolom, hogy én legalábbis azt tapasztalom, hogy egy ünnep, ha jön egy társulat, vagy egy előadás érkezik bentről, vagy itt helyileg is készülnek, gondolom, előadások. Szóval ez mindig egy ünnep, az emberek fölöltöznek, megadják a módját, egészen máshogy reagálnak, mint Budapesten. Nekem mindig jó egy ilyen találkozás, és akkor mindig kötöm valamihez, hogy itt tudom összerakni, hogy melyik. Úgyhogy itt nagyon szeretek lenni.